Rachel Pickering nem tudott ellenállni egy barátja meghívásának, aki korcsolyázni hívta. Észak-keleten töltötte gyerekkorát, azóta nem is korcsolyázott. Nem korcsolyáztam körülbelül 20 éve. Felvettem a korcsolyámat, meg minden egyebet. Jött egy kislány velem szemben. Az egyetlen dolog, amit tehettem, hogy elestem. Pont a térdemre. Hát hova máshová. Rachel még most is emlékszik a fájdalomra. Fájt, nagyon-nagyon fájt. Megnéztem, hogy a kislány jól van-e, ő rendben volt. Egy fiú odajött és megkérdezte, jól vagyok-e, én pedig mondtam, hogy azt hiszem, kinyírtam a térdem. Akkor már sejtettem, hogy komolyabb dologról van szó. Odajött és segített felállni. Rachel remélte, hogy pár napon belül elmúlik a fájdalom, de nem így lett. Nem tudtam behajlítani. Ha leültem, mindig fájt, de ha felálltam, akkor is fájt. Nem tudtam, hogy mit tegyek. Teljesen kétségbe voltam esve. Eltelt pár év, az orvosok csak fájdalomcsillapítókat írtak fel. Rachel meg folyamatosan imádkozott a gyógyulásért. Nem akartam tablettákat szedni. Azt mondtam, bármi is legyen, Isten meg fog gyógyítani. 2014. július 1-én Rachel a 700-as klubadását nézte, amikor valami megütötte a fülét. Van valaki, akinek éles fájdalmai vannak a jobb térdében, de Isten most meggyógyította. Amikor ezt mondta, tudtam, hogy ez nekem szól. Olyan régóta vártam, hogy ezt halljam. Képes megtenni dolgokat, amire az orvosok azt mondták, hogy nem képes. A fájdalom elmúlt. Azonnal elmúlt. A hit cselekedeteként tegyen meg valami olyat, amit korábban nem volt képes. Próbálja meg most, és lássa meg, hogy mit tett önnel Isten. Azt mondta, hogy keljek fel, és tegyem meg, amit meg kell tennem. Felpattantam, és elkezdtem táncolni, meg ugrálni. Közben mondtam, hogy köszönöm, Uram, dicsőség az Úrnak. Nagyon boldog voltam. Rachel ma aktív életet él férjével Maine-ben, és fájdalmai azóta sem voltak. Semmi bajom nem volt azóta. Az igazság az, hogy szeretnék újra korcsolyázni menni. Isten meg tud gyógyítani bárkit, bármikor, amikor csak akar. Csak kérni kell.